Megérkeztek az első hídelemek az új komáromi Dunahídhoz. Ezzel kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a hídépítésért felelős intézmények és a kivitelezői kört képviselő szakemberek június 11-én az építkezést szemléltető látogatóközpontnál. Juhász Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT útfejlesztési igazgató helyettese elmondta, a vízszintes merevítő elemek beemelése kezdődött meg. A tartó elemek a Dunán úszályok segítségével érkezett a helyszínre Cseperről. A tartó elemek egyenként 165 tonnásak. Ez egy fontos mérföldkő az, hogy 2019 végén, 2020 elején az úthasználók birtokba vessék majd a hidat és a kapcsolódó úthálózatot. Fontos projekt ez mind a magyar állam, mind a szlovák állam számára, ugyanis eredményeképp, ahogy ez majd látható is lesz, egy újabb közúti kapcsolat jön létre, ahol mind személy, mind terforgalom bonyolulhat. De fontos projekt ez az Európai Unió számára is, mert a határmenti kapcsolatokat is erősíti. Ennek megfelelően Európai Uniós forrással valósul meg a hídépítés az Európai Finanszírozási Eszköz jóvoltából. A két tagállam a projektet közösen bonyolítja, közös beruházásban a híd költségeit fele-fele arányban fizetik a tagállamok az uniós támogatással, tette hozzá a NIV ZRT útfejlesztési igazgató helyettese. Szlovákia részéről is elhangzott egy tájékoztató, majd Sitku László, a Hódút Kft. Építési igazgatója, a Hidászokért Egyesület elnöke, valamint a látogatóközpont kiépítését is szorgalmazó szakember szólt a jelenlévőkhöz. Vetített képes előadásban beszélt a napjainkban zajló munkafolyamatokról, részletezve az acél szerkezet gyártásának és szerelésének folyamatát. Örömmel jelenthetjük, hogy elkezdődött vagy elindult az acél szerkezetnek a szerelése. Hosszú hónapok gyártási folyamata után a cseperi előszerelő telepen az első három elem elkészült, lefestésre került, és felúsztatták ide a helyszínre, és most ezekben az órákban az első elem az a helyére kerül, hanem a betoló pályára kerül, ahol, ahogy az előzetesen az animációban is mutattam, 37 elemből áll az a pályatest, az a merevítő tartó, aminek a szerelését most kezdtük el. A híd legmagasabb pontján a pilon 127 méter magas lesz. Ez a pilon mintegy 4 méteres szeletekből áll. Az első elemek megérkeztek a helyszínre. Az alapozás után körülbelül 2 hét múlva kerülnek helyükre ezek az első elemek. A következő látványos rész az olyan augusztus vége, szeptember környékén lesz, amikor a pilonnal is eljutunk addig a szintig, amikor már látszik, hogy merre fog tartani, illetve a pályatáblában vagy a pályaszerkezetből is már egy ilyen 6-8-10 darab a összeszerelésre kerül, és elkezdjük kifelé tolni a Révkomáromi oldal felé. Az építés többszörösen is nemzetközinek mondható. A V4-es összefogást öntudatlanul is, vagy nem kész akarva, de megvalósítottuk, hiszen a pályatáblának, hogy ez 7 egységből áll, abból 5 egységet Lengyelországban a Banimexnél csinálnak, 2 elemet pedig a SEM Komárnóban, hogy biztos ismerik önök is, a komáromi hajógyárban készül, illetve a pilon, az pedig Csehországban, Szlániban készül az MCE üzemében. Dr. Molnár Attila polgármester a sajtótájékoztatót követően televíziónak elmondta, mindenkit arra biztat, hogy vegyen részt látogatóként a hídépítésben. A látogatóközpont minden hónap utolsó szombatján előzetes bejelentkezéssel erre hivatott. Komárom szempontjából kiemelten fontos ez a beruházás. Visszautalok arra, hogy nemrég ugye az Autoneum nevű svájci gazdasági társaság ideérkezését ünnepelhettük szintén az ipari parkba, és köszöntettük őket Komárom városában. Ők azért költöztek ide, mert hogy létesül az új Dunahíd, de említhetjük az elektromos akkumulátorgyárunkat, a dél-koreai céget, amelyik Európa egyik legnagyobb beruházása jelenleg, ami szintén nálunk folyik. Ott is nagyon fontos mérföldkő volt az, hogy az új Dunahíd megépül. Tehát a gazdasági élénkítő szerepe kiemelkedően fontos az új Dunahídnak, ne felejtsük el a turizmus, ez idegenforgalom kapcsán.
betöltött szerepét se, és az se, hogy ez nekünk komáromiaknak, mert persze ez az egész térségnek jó, megmondhatom, hogy európai szinten is fontos, hogy ez a közlekedési folyosó itt legyen, de nekünk a helyi adóbevételek szempontjából is fontos mérföldkő lesz ez a beruházás. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy azt a határidőt, amit kitűztek a beruházók és a kivitelezők, hogy 2019 év végére el tud készülni, a híd második felére ezt tartani tudják, hiszen Komáromnak is az az elsődleges érdek, hogy ez mielőbb megvalósulhasson az a beruházás. Úgyhogy biztatok mindenkit, tekintsük meg együtt, a mi életünkben nem sok ilyen lehetőség van, egy új Dunahíd, főleg egy ekkora hídnak az építkezését együtt követhessük figyelemmel, hát ez most megadatik nekünk. A gazdasági partnerség megerősödését várja a hídtól Észak-Komárom polgármestere Stubendek László is. Sokkal többet jelent egy híd, mint egy pusztán egy építkezési objektum, hisz magához vonza a nemzeteket, a népeket és a gazdaságot föllendíti. Nagyon sokan jelentkeznek most már épp az új híd építése kapcsán, hogy itt telepednek le jövendőbeli cégek. Nekünk városvezetőknek nagyon fontos, és éppen itt az együttműködés Észak és Dél-Komárom között nagyon fontos, hogy összehangoljuk azokat a fejlesztéseket, amik a jövőben várnak ránk. Én bízom benne, hogy Komárom egy új fejlődési szakaszba érkezik a híd építésével. Észak-Komáromban is konkrét cégek jelentkeztek be, amit a híd építése generált. Észak-Komáromban nincs kimondottan dél-komáromi dimenziókkal mérhető ipari parkja, de több ipari terület van. Itt olyan helyzetbe kerülnek a híd, új híd körülötti telkek, földek, hogy kimondottan nem lesz értelme mezőgazdasági területnek használni, hanem ipari területnek kihasználni. És ezt célozzák meg a már a most jelentkező cégek. Új mérföldkő volt tehát az első hídelemek érkezése. Minden ilyen bejelentéskor már előre tekintenek a hídépítők, akik azt mondják, a komáromi híd látványában is különleges lesz. A Komáromi híd abban lesz egyedi, és abban lesz különleges ezzel a L-alakú formával, ami sok szakembert meghökkent, statikusokat megrökönyíti, hogy nem az a poroszos, stabil szerkezet, hanem egyfajta, egy légiesen könnyed ezzel az L-alakú pilonnal, ami azért nekünk okoz fejtörést, hogy ugye, hogyan tudjuk ennek a pilonnak a stabilitását folyamatosan az építés közben egy sokkal nagyobb pontosságot igényel, hogy azok a feszítő kábelek, amik majd utána a pályát tartják, amikor egy elem hozzáépítésre kerül, és a kábelek bekerülnek, hogy abban az a meghatározó reakcióerő legyen. Pestélyesen szólva, hogy a végén ne három kábel feszüljön, és a többiek lötyögjenek, hanem minden kábelben a meghatározott erők ébredjenek.